Rendkívüli ülésen tárgyalt a település ügyeiről Bábolna város képviselőtestülete március 13-án. A következőkben dr. Horváth Klára polgármester foglalja össze a történteket. Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm Bábolna város lakosságát, kedves tévénézőinket! Bábolna város önkormányzata testületi ülést, rendkívüli testületi ülést tartott 2023. március 13-án, a tegnapi nap este 17 órakor. Napirendi pontok tekintetében 13 napirendi pontot tárgyaltunk, ezekről szeretnék egy rövid összefoglalót adni önöknek. Határozatképesek voltunk, minden képviselőtestületi tag jelen volt, a napirendi pontokon nem módosítottunk az eredetileg kiküldötthöz képest. Az első napirendi pontban tájékoztató anyagok hangzottak el, a Győri Hulladékgazdálkodási Non-Profit Kft. Működéséről szóló tájékoztató anyagot tekintettük át, a Bábolnai Általános Iskola első félévi beszámolóját is kézhez kapta a képviselőtestület, a 2023. február havi vérvételi adatok itt is áttekintettük, valamint a Bábolna Bioran plakátját is megkapták a képviselőtestület tagjai. A második napirendi pontban a szolgáltatási önköltségek meghatározásával, illetőleg a térítési díjak változtatásával foglalkozott a képviselőtestület. A családsegítő intézmény előterjesztése alapján, az önköltségek alapján április 1-től néhány tétel, néhány díj változott. Így az ebéd fajlagos költsége 820 forint per fő per nap összegre változik, az eddigi 630 forint per fő per naphoz képest. Ez a szociális ellátásokra, személyes gondoskodást nyújtó ellátások egyik tétele, valamint az ebéd kiszállítás fajlagos költsége 270 forintra fog változni per nap, per háztartás. Ezen túlmenően a bölcsöde térítési díját is változtattuk. 500 forintban állapította meg korábban a bölcsődei díjat, a bölcsődei térítési díjat az önkormányzat. Most ezt április 1-től 800 forintra emeltük meg. A képviselőtestület egyhangban döntött ezekről a tételekről, illetőleg ezeknek a tételeknek emeléséről, módosításáról. Harmadik napirendi pontban a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos információkat kapták meg a testület tagjai. A Bábolnai Baromfi Service Kft. Végzi ezt a tevékenységet. Háztartási szennyvíz szállítás a lakosság részére nem történt, vagyis hát a lakosság részéről nem került ki elszállításra szennyvíz. A közületi cégek, közületek, cégek részéről 615 köbméter gyűjtöttek be a cég dolgozói. Foglalkozott a képviselőtestület beszerzési szabályzat módosításával, amelyet a Bacsárdi József jegyző úr készítette, ezt a képviselőtestület tudomásul vette. Az intézményekre vonatkozó közbeszerzési értékhatárt, illetőleg közbeszerzési értékhatárt el nem érő tételeket módosítottuk. A Városgazda Kft. Tulajdonában álló bérlakások bérleti szerződése volt a következő napi rendi pontunk, amely esetben egy évre került meghosszabbításra a már korábban is bérleti jogviszonyban állókkal a lakás ingatlan nézve az együttműködés. A második ingatlan esetében pedig a bentlakók kiköltöznek, miután ingatlan tulajdont vásároltak, és helyére 2023. április első napjától egy új bérlő érkezik. A képviselőtestület javasolta a bérleti díj megállapítását magasabb összegben a Városgazda Kft. Részére, 110 ezer forint per hó összegben javasolta megállapítani, bruttó összegben. A képviselőtestület tagjai támogatták az új bérleti szerződések megkötését, valamint a bérleti díj emelését is. Önkormányzati határozatot módosítottunk egy cég új székhelyének kialakítására nézve, területnagysággal, illetve területfelhasználási céllal egészítettük ki a korábbi képviselőtestületi határozatot. A földhivatali bejegyzéshez szükséges ez a kiegészítés. A következő napirendi pontunk a kereskedő udvarban történő telek alakítás
tárgyalása volt, több épület esetében kisebb-nagyobb négyzetméter változások történnek, 1 négyzetmétertől 5 négyzetméterig bezárólag történtek változások az új vázrajz alapján, tehát a korábbi több mint 30 évvel ezelőtti telek vázrajz nem felel meg a jelenlegi állapotoknak, tehát valószínűleg rosszul készültek akkor a vázrajzok. Ennek a kiegészítése, javítása van most egy telekalakítási eljárással folyamatban, amelyet a polgármesteri hivatal fog össze és bonyolít le ügyvéd segítségével, melyhez hozzájárulásokat adták a képviselők. Közbeszerzési szakértő ajánlatával foglalkoztunk a 3 utcás csapadékvíz elvezetése projekt esetében. Több módosítás történt a szerződések tekintetében. Ehhez a közbeszerzési eljárás is módosítani kellett, így a közbeszerzési szaktanácsadó is több alkalommal dolgozott, mint az eredeti meghirdetés, így az ő szerződését kellett módosítani, amelyet a képviselőtestület elfogadott. A bábolnai általános iskola is kérelemmel, területhasználati kérelemmel kereste meg a képviselőtestületet. 9. napirendi pontban foglalkoztunk a kérésével. Az udvaron, a műfüves labdarúgó pálya mellett, amely az önkormányzat tulajdona, mintegy 180-200 négyzetméter területen zöldséges, virágos, illetve fűszerkertet szeretne kialakítani, és az iskolakert létrehozásához, gondozásához kéri ezt a területet és a hozzájárulást, amelyet a képviselőtestület egyhangúan megadott. Következő napirendi pontunkban szivattyú beszerzésről döntött a képviselőtestület, amelyet a működők útjainkhoz, a fürdőt ellátó kutakhoz, a gyógyvíz és a termálvizes kutakhoz pót szivattyúként fogunk beszerezni. Valamint a 11. napi rendi pontban tájékoztatás hangzott el a védőnői ellátás átszervezéséről. Ugye tudjuk azt, hogy 2023. július 1-től az irányítói jogokat, illetőleg munkáltatói jogokat a vármegyei intézmény, a kormányhivatal fogja gyakorolni, az ellátást, a térítéseket is ő fogja a védőnők számára biztosítani. Az önkormányzatnak a helyet kell biztosítania, illetve az ingó és ingatlan vagyon ingyenes használatát kell biztosítania a kormányhivatal felé. Az előterjesztést a képviselőtestület tudomásul vette. Ezután a TÖOSZ, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége megkeresésével foglalkoztunk, fióktelep helyet kíván nyitni Bábolnán, azért, hogy sokkal intenzívebb kapcsolata legyen a megyei tagtelepülésekkel, valamint az Interreg, illetőleg uniós pályázatokban részt vehessen a határmenti felvidéki településekkel együttesen. Ezen napi rendi pontot is támogatta a képviselőtestület. Ezután foglalkoztunk az alsótekeresi faiskola árajánlatával, amely 54 fa beszerzését tette lehetővé, teszi lehetővé, mint egy 1,5 millió forintos összegben. A szabadidőparkban fogjuk a kiszáradt fákat pótolni, és ezeket az új fákat kiültetni. Valamint egy EFO pályázat visszafizetési kötelezettségét is jóvá hagyta a képviselőtestület, ez már korábban számlánkra utalt összeg, amelyből megmaradt pénz, és ezt kell a kincstárnak visszaadni az önkormányzatnak. Ezekkel a napirendi pontokkal foglalkoztunk, támogatást adott a képviselőtestület ezek végrehajtására, és erről szerettem volna önöket tájékoztatni. Ezen túlmenően még arról is szeretnék néhány szót mondani, hogy a polgármesteri hivatalban változások történnek. Az eddigi kirendeltségvezető Kocsisné Balázs Mónika március 13-ával, aki eddig kirendeltségvezetői feladatokat látott el Bana település esetében,
Március 13-ával megkapta az aljegyzői kinevezést, dr. Bacsárdi József jegyző mellett ő fog a továbbiakban aljegyzőként dolgozni, jegyző úr távollétében ő vezeti a hivatalt. Ezen túlmenően szeretném elmondani még azt, hogy két dolgozó távozik a hivataltól. Farkas Helga, aki mellettem dolgozott igazgatási ügyintézőként, valamint László Szilvia, az adós kollégánk, az adó területén dolgozott. A Farkas Helga helyére György Anna Mária kerül, aki a titkárságot továbbiakban vezetni fogja, és az igazgatási feladatokat ellátja. György Anna Mária helyére egy új kolléganő fog érkezni április végével, és jelenleg pedig keresjük azt a pénzügyi végzettségi kolléganőt, aki a pénzügyi feladatokat, vagy esetleg adós feladatokat tud ellátni megfelelő betanítás és átszervezések után. Amennyiben erre tudnak segítséget nyújtani, vagy van itt Bábolna területén, aki érdeklődik, ez iránt a lehetőség iránt kérem keresse dr. Bacsárdi József jegyző urat. Következő testületi ülésünket április végén a rendes munkaterv szerint fogjuk megtartani. Addig is minden jót kívánunk önöknek, szép napokat, sok jó dolgot az életükbe. Köszönöm szépen, minden jót!